Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a következő videóban, és azért emelem ki, hogy a következő videóban, mert eddig, amikor csináltam ilyen különböző videókat, sőt nem csak hogy tesztet, hanem bármi mást, akkor is mindig azt mondtam, hogy a legújabb videóban, és azon kezdtem el gondolkozni, ez most ott eszembe egy 2-3 perccel ezelőtt, hogyha én mindig azt mondom, hogy a legújabb videóban, és ha mondjuk ti visszanézitek egy év múlva a videót, akkor is azt fogom ugye mondani, mert úgy lett fölvéve, hogy a legújabb videóban, de hogy ez már nem a legújabb videó, szóval át fogunk erre a következő videóbanra térni, úgyhogy köszöntök mindenkit a következő videóban. Az imént mellettem látható monitor a Philipsnek a 242E1 GAE típusú gamer monitorja, ami egyébként Full HD-s, VA paneles, 3501-hez kontrasztarányú, 178 fokos betekintés szögű, 1 millisekundumos válaszidejű és AMD FreeSync-es monitorja. Hát első ránézésre, ugye ezeket szoktuk első blikre megnézni, hát nekem nagyon-nagyon letisztult, nagyon tetszik maga a dizájn, de volt egy, a Foramax oldalán van egy videó, ahol szintén néztünk egy monitort, érdemes azt is megnézni, az is egy akciós monitor, akit érdekel, csekkolja le, megtaláljátok a leírásban. Szóval a lényeg az, hogy ott is kiemeltem ezt a kávamentes részt, ami nekem nagyon tetszik. Itt még ugye kiemelten egy fekete matt színű ilyen bordőrt is kapott, ami azért is jó, mert ha nem tudom, hogy mennyire fog látszani a videóban, de egyáltalán nem hagy új lenyomatot. Ami nem hátrány, maradjunk annyiban, nekem az összes monitorom egyébként tele van új lenyomattal, mindegyik csillog-villog, de mindegyik tele van új lenyomattal. Ezen gyakorlatilag egyáltalán nem látszódnak az új lenyomatok, amiért én adok plusz egy pontot. A kávamentesség az szintén egy nagy előny, nagyon-nagyon szeretem azokat a monitorokat, ahol nincsen káva. Főleg a gamer monitoroknál szokott az lenni egyébként, hogy egy ilyen 1 centis ilyen műanyag sávot raknak oda, nagyon-nagyon nem tetszik. Megvan az értelme bizonyára, de én valahogy jobban szeretem ezeket a kávamentes dolgokat, és ami még nagyon-nagyon nem hátrány, az ár. Tehát gyakorlatilag ez egy 51-52 000 forintos monitor, nyilvánvalóan belépő szint, tehát én azt gondolom, hogy a gamer kategóriának egy belépő, illetve egy közép-alsó monitorja ez a Philips, viszont ezekkel a tulajdonságokkal abszolút használható. Tehát minden olyan tulajdonság megvan, gyors válaszidő, FreeSync, 144 Hz, kontrasztarány, betekintési szög, ami alapján azért nem hátrány, hogyha rendelkeztek vele. Tekintve úgy, hogy ugye alapvetően sokan nem igazán fordítanak olyan nagy hangsúlyt a monitorra, azt mondják, hogy legyen egy jó számítógépem, és akkor rendben van, de hiába van jó számítógépet, hogyha 60 Hz-es képfrissítéssel nézed a képet. 144 Hz-el azért jobb. Egyrészt az FPS-ben is jobb, másrésztről a szemednek is jobb. Én speciál, amióta 144 Hz-es monitort használok, azóta rendre észreveszem a 60 és a 144 közti különbséget. Sokan mondják, hogy igazából nem látható. Szerintem, hogyha nagyon-nagyon hozzá vagy szokva egy bizonyos képfrissítéshez, azért lehet látni. A monitornak az alja fém, ami ad egy súlyt gyakorlatilag a monitornak, tehát nem tud azért ide-oda borigatni, fölfele és lefele tudod állítani a monitornak a képét. Sajnos oldalra nem, bár megmondom őszintén, most nem tudom, hogy gondolkoznom kéne, de az eddigi monitorjaim talán egy tudja igazából az oldalsó állítást. Nekem egyébként nem is olyan fontos, mert van egyébként két kezem is nagyon-nagyon igényes módon el tudom forgatni, szóval nekem annyira az nem fontos, a föl lefelé az nyilván, illetve a monitor hátuljára csatlakozik egyébként a tápunk, van egy HDMI kimenetünk, van egy DisplayPort kimenetünk és egy Audio Out kimenetünk. Egyébként arról nem beszéltem, hogy a monitor sztereó hangszórókkal rendelkezik, tehát bal oldalon és jobb oldalon is egy-egy hangszóron helyezkedik el. Nem mondom, hogy a legjobb minőségű hangszóróról beszélünk, de egyébként, hogyha őszinték vagyunk, akkor senki nem játszik. Manapság már mindenkinek van fejhallgatója, vagy fülhallgatója, bedugod és szól. Tehát én azt gondolom, hogy a monitorba jelenállás szerint nem hiszem, hogy egy akkora hatalmas hangerőforrás szükséges. Valaki szereti, valaki igazából fölösleges, én soha az életemben nem használtam, talán életemben, ha egyszer használtam a monitornak a hangszóróját, rendszerhangokra, blablabla, bla, arra egyébként tökéletes, de nem egy ördöngőség. Van benne egyébként egy sztereó, a minősége szerintem nem a legjobb. Hm,
de azért nem is a legrosszabb. Hogy a kijelző méretéről is essen pár szó, ez egy 23,8, tehát kerekítve 24-szoros monitorról beszélünk, ami nekem megmondom őszintén egy kicsit furcsa volt. Én őszintén szólva meg vagyok, tehát hozzá vagyok szokva a 27-32-szoros monitorokhoz, és hát kíváncsian figyeltem, hogy mi lesz akkor, hogyha magam elé teszek egy 24-szoros monitor. Egyébként gamer monitor a tökéletes a 24-szoros monitor. Nem is nagy, nem is kicsi. Általában ugye a gamerek úgy szokták ezt csinálni, számomra egyébként teljes mértékben érthetetlen módon, hogy fogják a monitort, és így az arcukba dubják. Tehát konkrétan, ha megnézel egy gamer videót, egy profi gamer videót, legyen mondjuk egy Cségó videó, érdemes rákeresni, mert nagyon-nagyon vicces. Meg néha szomorú is. Szóval a lényeg az, hogy gyakorlatilag ennyi eltérés van az arc és a monitor között. Tehát, hogy így belebámul, és arra egyébként tökéletes. Tehát, ha azt nézzük, hogy mi az ideális gamer monitor méret, akkor mindenféleképpen ez a méret az ideális. Ha te is az arcodban szereted dugni, akkor szerintem tudod, miről beszélek. Nekem mondjuk érdekes lenne, hogyha 32-szoros monitoromat ennyire az arcomba dugnám, mert akkor gyakorlatilag a nyakamat is elég keményen kellene forgatnom. Hál' Istennek ez nincsen, viszont aki egyébként így használja a monitorokat, vagy tényleg egy olyan gamer, aki még a billentyűzetét is elfordítja, plusz még az arcába tolja a monitort, nekik tökéletes választás, illetve csak hogy ne kategorizáljuk be ennyire a felhasználókat, nyilvánvalóan irodai használatra, normál méretű, illetve távolságú használatra is tökéletesen elegendő ez a monitor. A teljesítménye szerintem magáért beszél, úgyhogy ezzel a részével nincsen probléma. A dobozunk az hát egy, nem tudom, hogy mennyire fog látszani, így nézzünk ki. A tartozékaink, ahogy már említettem, ugye hátulján van egy HDMI és egy DisplayPort. A DisplayPortunk jelen esetben hozzákapjuk a kábelt, illetve a HDMI kábel is szintén hozzájár. Valamint kapunk egy tápegységet is, amit most jelen pillanatban nem tudok megmutatni, mert be van dugva, de higgyétek el, a csomag tartalmazza ezt is. Ha a monitor hátulját megkunkantjuk, akkor látható 4 darab csavarhely, ez ugye természetesen a konzolnak a helye, tehát lehetőségetek van felszerelni a falra egy konzol egyetemben. Nyilván a konzol nem tartalmazza a csomagot, ezt külön kell megvenni. Ennek megvan az előnye is, meg igazából a hátránya is, tehát ugye, hogyha fölteszel egy konzolt a falra, akkor természetesen a magasságot nem fogod tudni állítani, bár egyébként jelen esetben sem. Viszont, hogyha fölteszed a falra, akkor lehet olyan konzolokat kapni, hogyha valakinek nagyon-nagyon fontos, hogy ugye ez a balra, oldalra mozgatás, ez mindenféleképpen klappol, illetve van olyan konzol, ugye, amit már ki is lehet hajtani, tehát közelebb tudod magadhoz húzni, el tudod távolítani, és hát nyilvánvalóan nincs az asztalodon. Ez egy feature, ha kell, akkor használod, ha nem, akkor nem. Én személy szerint nem nagyon rakosgatom a monitorokat a falra, viszont a helyzet az, hogy ez jelen pillanatban monitor elosztó állványnak is, vagy fel tudod rá tenni, ami már egy meggondolandó téma, hiszen helytakarékosság szempontjából, illetve hogyha össze akarsz illeszteni monitorokat, akkor azért nem egy hátrány, hogy ott vannak a lukacskák, és nem kell sufni toolinggal megoldani ezeket a dolgokat. A monitor alján ebben a sávban helyezkednek el különböző gombok, amik ugye természetesen a standard beállításokat tartalmazzák. Ugye itt látható nekünk a Smart Image, ami egyrészt azért is jó, mert vannak már nekünk ugye beállított színskáláink, illetve különböző módjaink, ugye itt láthatunk FPS-hez, Racing-hez, RTS-hez, Gamer-1-hez, Gamer-2-hez, ugye nyilván ezeket tudjátok még ti is állítgatni. Van kékfényszűrőnk, ami mostanában ugye nagyon elterjedt, hiszen rendre mondják, hogy hát nem árt, hogyha ez a kékfényszűrő be van kapcsolva. Én megmondom össze, hogy nem igazán használom, de hogyha valakinek fontos, akkor természetesen ezt is megtalálja. Illetve, hogyha tovább megyünk, akkor láthatunk még itt különböző gombokat. Van nekünk egy hangerőszabályzónk, amivel ugye fel le tudjuk állítani a hangzásunkat, illetve van egy OK gombunk, amivel, hogyha megnyomjuk, akkor vannak különböző beállítási lehetőségeink. Ugye megvan a kékfényszűrőnk, hogyha lejjebb megyünk, legalábbis megpróbálok lejjebb menni, akkor találunk egy inputot, ahol meglátjuk ugye a DisplayPortunkat és a HDMI portunkat, a picture formatunkat be tudjuk állítani, kontrasztot tudunk állítani, különböző widescreen, response time-okat, gammát, rengeteg minden, hát ezek a standard alapbeállítások, ugye itt van nekünk az audio beállításunk is, illetve a színbeállításunk is, valamint van egy nyelvünk is, ahol természetesen megtalálható a magyar nyelv, és megpróbálok rámenni. Ha minden igaz, akkor talán még sikerülni is fog, így is van, itt vagyunk a magyarnál, rákattintok, és íme
mostantól kezdve a monitorunk magyar nyelvet kapott. Érdemes fel elszütyögni, én úgy szoktam általában csinálni, hogy amikor veszek egy monitort, akkor lászánok egy nagyjából 5-10 percet, beállítgatom saját kényem, igényem szerint, és utána gyakorlatilag szinte soha többet nem nyúlok hozzá, de nyilvánvalóan hasznos dologról beszélünk, úgyhogy érdemes ezt is átrágni. Összefoglalva az eddig elmondtakat, én teljes mértékben meg vagyok elégedve a monitorra. Nálam volt már gyakorlatilag egy másfél hete, úgyhogy volt időm próbálgatni, nézegetni, illetve volt egy-két olyan stream, amikor ezt a monitort használtam. Ezúton is köszönöm szépen. Én meg vagyok vele elégedve. Tehát ugye említettem már nektek az elején, hogy nekem azért én a nagyobb monitorokhoz vagyok szokva, viszont abszolút nem volt vele probléma. FPS játékokkal megmondom őszintén nem játszottam, hogy általában mostanában a streameken azért GTA 5 vagy egyéb ilyen dolgok mennek, de nekem teljesen jó volt. A színek, illetve a képfrissítési arány, illetve maga a Full HD-s, ugye minél kisebb egy fél Full HD-s monitor, annál kevésbé kell a pixeleket nagyítgatni, annál szebb lesz a képed, gyakorlatilag. Nekem ezzel a részével nem volt probléma, tehát az én igényeimhez megfelelően tudta biztosítani a képminőséget. Nyilván a hangját én nem használtam, tehát én fejhallgatóval használom. Úgyhogy összességében arra, amire első körben egy belépő szintű gamer monitor, ami egyébként 144 Hz-es és 1 millisekundumos válaszidejű, hogyha ezt így összesítve nézzük, akkor azt gondolom, hogy árérték arányban az egyik legjobb választás jelen pillanatban. Nem vagyok annyira otthon most így a piaccal kapcsolatban, de annyit azért bizton így láthatatlanban tudok mondani, hogy azért ez az 51-52 ezer forintos témakörbe ilyen kvalitású monitor azért nem sok van, maradjunk annyiba. Talán egy-kettő egyébként, de mindenféleképpen a jobbakot sorolnám. Úgyhogy ha hasonló típusút vagy méretűt, illetve gamer monitort keresel, én azt gondolom, hogy nem árt megfontolni ezt a monitort. Szerintem egy nagyon-nagyon jó választás lehet. Ha valakit érdekel, akkor leteszem a leírásba a linkjét, meg tudjátok nézni. A Foramaxnál egyébként most akciós, úgyhogy különösen érdemes rázuhanni. Én pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. És hát, ha van véleményetek a monitorról, vagy egy észrevételetek, kérdésetek, bármi, akkor nyugodtan, egészen nyugodtan a leírást azt tudjátok használni, igyekszem ezeket elolvasni és válaszolni rájuk. Úgyhogy innentől kezdve tiétek a terep, mindent megtaláltok a leírásban. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót is, remélem, hogy tetszett, remélem, hogy tartalmas volt és segített esetlegesen a választásban. Találkozunk egy következő videóban, addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, Jussi voltam, sziasztok!